Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy szombathoz érkeztünk, és ebben a rövid elmérkedésben néhány gondolatot szeretnék megosztani a kedves nézőkkel, húsvét vigíliájával kapcsolatban. Egy rendkívül gazdag liturgia az, ami ennek a mai napnak az estéjén megjelenik, és én ennek tulajdonképpen egy mozzanatát szeretném kiemelni. Fogjuk majd hallani a közvetített szentmiségben az olvasmányokat, a teremtés könyvétől a kivonulás könyvén át megjelennek az Ószövetségben Istennek a nagy művei, amiket az ő népe körében véghez vitt, és így jutunk el az Új Szövetséghez, ahol a tanítványok üresen találják a sírt. Jézus feltámadt. És ezt követi majd a szertartásban a keresztség liturgiája. A keresztség, ami arról szól, hogy Istennek az az üdvözítő és megváltó terve, Istennek az a jóindulatú szeretete, amivel az ő népe felé fordult mindig, több ezer éven keresztül, az most a mi életünkben aktualizálódik. Az nem csak a Szentírásnak a lapjain van leírva, hanem nekünk lehetőségünk van Istennek a megváltó és üdvözítő művét a saját életünkben megtapasztalni és átélni. Sokszor úgy gondolnak a keresztényekre, mint olyan emberek, akik valamiféle magasabb erkölcsi rend szerint élik az életüket, hozzák meg a döntéseiket, és lássuk be, hogy van is ebben igazság, de hogyha csak így gondolkodnánk a kereszténységről, azt kellene mondanunk, hogy a mi hitünk az arról szól, hogy egyszerűen jobb emberré formáljon bennünket. Ennél sokkal több dologról van szó. Fontos a kereszténységnek az erkölcsi tanítása is, de valahol ez egy sokkal mélyebb valóságból kell, hogy fakadjon. És ez a mélyebb dolog, az a minőségi új élet, amit Jézus Krisztus megszerzett számunkra, és amit a keresztségben elnyertünk, és amit húsvétnak a vigíliájában megünneplünk. Az újjászületésnek a kegyelme, ami megjelenik a keresztségben. Azt írja Szent János evangélista, hogy akik Jézust hittel befogadták, azoknak Isten hatalmat adott, hogy az ő gyermekei legyenek. Vagyis az Istenből való születés jelenik itt meg. A mi életünkben húsvétkor megjelenik az Isten teremtő ereje, az alkotó kegyelem. Jézus és Nikodémus példa párbeszédében azt mondja Jézus, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, vagyis a keresztségben az történik, hogy a vízre leszáll a Szentlélek, és ezáltal a víz Isten teremtő és alkotó erejének a szentségi eszközévé válik. A Szentlélek ereje leszáll a vízre, és megtermékenyíti azt. És ezáltal a keresztvíz számunkra az újjászületés fürdőjévé válik. És lemegy a régi ember a víz alá, és felemelkedik az a valóság, amit a Szentírásban több helyen úgy neveznek a szentírók, hogy az új ember, az új teremtés, a belső ember. A Szentírásban számos helyen találunk utalást arra, hogy Isten azt mondja, hogy én a régit elveszem, és újat adok helyette. Jeremiás próféta azt mondja, hogy elveszem kőszíveteket, és új hús szívet adok helyette. Vagy Jézus az új szövetségben, amikor arról tanít, hogy az új bor új tömlőkbe való. Ez történik a keresztségben. Nem a régi természetünket toldozgatja, foldozgatja, javítgatja Isten a kegyelem által, hanem egészen új teremtés. Nem a régi élet újul meg, nem a régi ember kap egy új személyiséget, hanem egy újjászületés, egy új teremtés történik. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, olvassuk a 2. Korintusi levélben.
Vagy ahogyan a római levélben írja Pál apostol, a keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Nem csak azok tapasztalják meg ezt a kegyelmet, nem csak azok kelnek új életre, akik éppen aktuálisan nagyszombat este húsvét vigíliáján felveszik a keresztség szentségét, hanem mindannyian meg vagyunk hívva. Mindannyian lehetőséget kapunk arra, hogy velük együtt megújítsuk, hogy ilyenkor felszítsuk magunkban a keresztségben kapott kegyelmet, az új teremtést, az új embert. Számos oldalról meg lehetne ezt közelíteni és körüljárni teológiailag. Én most csak egy röviden szeretnék valamit kiemelni, azt, hogy mit jelent a mindennapokban, a hétköznapokban számunkra az, hogy új teremtések vagyunk Krisztusban. A megkeresztelt ember életében is ugyanúgy történnek a dolgok, mint bárki máséban. Ugyanúgy elkap betegségeket, megküzd anyagi nehézségekkel, tapasztalja a magában, a családjában, a szűkebb, a tágabb környezetében a konfliktusokat. Ugyanúgy alá van vetve a Covid nehézségeinek, próbatételeinek, látja maga körül a társadalmi, a politikai széthúzást. Mégis akkor mi a többlet? Hát az, ahogyan mi ezt az új életünket megéljük. Ahogy a helyzetekben benne vagyunk, és ahogyan reagálunk. Hogy a keresztény ember tudja azt, hogy mindezek a dolgok csak körülmények. És ezzel szemben ott van már benne az új ember, az új teremtés, és ez a lényeg, hogy tudja, hogy mindezek körülmények, amiken nem tudok változtatni, amiken nem tudok úrrá lenni, de elmondhatom magamról, Pál apostollal együtt, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Vagy ahogy az első János levélben olvassuk, nagyobb ő, aki bennem van, mint bármi, ami a világban. És a Filippi levélben Pál apostol azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. A kereszténység által, a keresztség által új teremtések lettünk. Krisztus él bennünk, mi pedig ő benne. És ezáltal folyamatosan minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy meghozzuk a döntésünket az új teremtés mellett. Hogy most nem fogok megsértődni. Hogy nem fogok most haragot őrizni a szívemben. Hogy nem fogom hagyni, hogy az aggály maga alá temessen a holnap miatt. Hogy nem fogok a mai napon szorongásban, félelemben élni. Hogy nagyobb türelemmel, nagyobb békességgel, nagyobb szeretettel akarok jelen lenni egy-egy kapcsolatomban, a családomban, a munkahelyemen. És ez talán elsőre nehéznek tűnhet, sőt, azt mondom, hogy ez lehetetlen. Viszont a jó hír az, hogy az a Szentlélek, aki a vízre leszállt, akinek az erejéből mi újjászülettünk, már ott él bennünk és munkálkodik bennünk. És a Szentlélek az, aki bennünk napról napra egyre teljesebben kiformálja az új embert. Kialakítja Krisztus képére az új teremtést. Hogyan? A rendszeres szentségi élet által és a mindennapos, személyes Isten kapcsolatom által. Hát erre hívom a kedves testvéreket, hogy most húsvétkor éljük meg még tudatosabban azt, hogy milyen kegyelmet kaptunk a keresztségünkben, hogy új teremtés vagyunk, új ember, és életünk minden napján van lehetőségünk ebben növekedni.